Balla Lajos tanárúrral együtt érkezett egy diák, Kátai Pál Benedek a Szent Margit gimnáziumból. Köszönöm, hogy eljöttek. Jó napot kívánok, én is köszöntöm a kedves nézőket is. Van egy kis csoport, kis közösség a gimnáziumban, és úgy hívják, hogy ketchup. Én nagyon szeretem az ilyen szellemes szóalkotásokat. Mit is takar ez, hogy ketchup? A ketchup, ott az én legjobb tudomásom szerint, amikor beléptem, akkor azt mondta nekem a tanár úr, hogy keresztény csapat. Ez a tanár úr, ha megerősíti, akkor ez... Hát igen, körülbelül 10 évvel ezelőtt a Dominika nővérrel találtuk ezt a nevet, mert rajzteremben mindig is volt valami szellemi kohó, vagy lelki beszélgetések sokasága történt. Ott ugye a művészetek azok mindig is közel állnak az ember lelkületéhez, és aztán olyan, ugye, hogy hívjuk ezt a kis közösséget vagy csoportot, és tanakodtunk a Dominika nővérrel, hogy hát mi legyen a nevem, egy bibliakör, az elég félelmetesen hangzott, tehát ugye, és akkor egyetemen van egy csücsop, ugye ez csütörtöki csoport, és ugye szerdán van a szecsop, azért az nem hangzik olyan jól, és akkor valahogy, nem tudom, poénból mondta azt hiszem a nővér, vagy én, hogy ketchup, és akkor na, hát ez jó, és a keresztény csapat, ugye, és a paradicsomban rengeteg vitamin van, úgyhogy teleplakátoltuk az egész iskolát paradicsommal, ketchuppal, minden, és a egy hónap múlva ketchup. Tehát a behetetés megtörtént. Hát mindenki arra volt kíváncsi, hogy mi az a ketchup. Ez ezelőtt 10 évvel volt, akkor indult, és az első ketchup alkalom 4 perc döbbenet, így volt meghirdetve a ketchup a rajzterem, mert tömve volt a rajzterem 10 évvel ezelőtt, és akkor itt egy nagyon erőteljes kis 4 perces videót vetítettem, és akkor annak kapcsán kezdődött el végül is a ketchup története. És most mondjam. Hányan vannak a csapatban? Én már idéntől nem vagyok olyan nagyon aktív tag az érettségi év miatt, úgyhogy ezt a tanár úr tudja pontos adatokkal alátámasztani. Hát nem pontosan, de mondjuk úgy hányan vannak, hogy nagyjából ebben a kis mindig változó a szám egyébként, mert hogyha jön egy érdekes előadó, akkor természetesen többen eljönnek, akik nem aktív tagok, olyan 15-20 közé satszolom. És én úgy tudom, hogy nagyon is aktív és bátor fiatalokról van szó, mert pont most nem olyan régen a Móricz Zsigmond körtéren bátor kiállással előadtak egy kis, mi ez, flash mob? Nem, annál egy kicsit több, egy jelenete. Egy kis pantomim volt, igen. Tehát visszatérve még az előző kérdésre, folyamatosan változik a létszám. Volt már olyan, hogy szeptemberben 30-an jöttek össze, tele volt a rajzterem, és akkor ugye arra készültünk, hogy Tarnabodra, egy kis zsákfaluba elmenjünk az ottani gyerekekhez, és hát hogy lehet 30 emberre egy műsort ráosztani, vagy betanulni. Egy kis színházat kellett csinálni, a Max Lucádónak a Folt Manós történetéből állítottunk össze egy történetet. Tehát hol többen vannak, hol kevesebben van, amikor mondjuk májusban már csak 10 vannak, amikor meghívott előadók vannak, akkor van, hogy 50-en voltak a rajzteremben, amikor egy kedves volt. Hát börtön viselt, megtért testvérünket hívtam el, és most a Móricz körtéren a törzs csoport volt ott, az újak, a fiatalok, akik ugye nem ilyen öregek, mint a Benni, aki már kifelé áll a rúdja az iskolából, és hát nagyon élvezték ezt a pantomimet, amit velük előadtunk, ezt korábban a Bennékkel előadtuk a börtönben is, tehát Sopron-Kőhidán is elég nagy hatással. Igen, ezt értem, hogy amikor a befogadás oldala van, tehát valami jó előadó, vagy érdekes személy jön, akkor sokan meghallgatják. De itt sokkal többről van szó, mert itt, ha jól értem, valamiféle küldetést is magáinak érez az a csoport. Igen, tehát azért keresztény csapat, mert nagyon, én igazából azért jött létre, mert úgy gondoltam, hogy maga az iskola is egy missziós terület, bár ugye katolikus iskoláról van szó, de ezeknek a gyerekeknek szüksége van az élő hittel való találkozásra. Tehát sokáig, ugye még 10 évvel ezelőtt kis biblia tanulmányozás folyt, 4-5-en voltak jelen, kisebb megtérések is voltak, és aztán úgy erősödött, ahogy gyarapodott a csoport, bennem a gondolat, hogy ezt ki kéne vinni. Tehát, hogy ami ott bent megszületik,
hogy egyfajta istenélmény, azt szolgálatból kell állítani, és akkor jöttek ezek a szolgálatok sorba, és igazából ha lehet azt mondani, hogy a mi profilunk az leginkább ugye a perifériára szorult emberek felé való szolgálat, vagy a társadalom számkivetettjei, vagy mondjuk így, hogy szegényei, vagy problémás rétegei felé való szolgálat. Két kérdésem van, hogy az egyik az, hogy a fiatalok tudják valószínűleg a legjobban megszólítani a fiatalokat, de ez valóban, tehát ez így megtapasztalhatóan működik, mondjuk az iskolában? Abszolút, abszolút. A saját osztálytársammal éreztük azt, hogy az osztályból többen jártunk ketchupra, elindultunk négyen-öten, és ez egy motiváló szempont volt az, hogy na most az osztályból nem csak én vagyok, hanem jönnek velem a haverok, és együtt kerülünk bele egy olyan közösségbe, ahol valamit alkotunk, és valahová visszük a hitet. Igen. Na ehhez fűződik a második kérdésem, hogy nem kínos. Tudom, hogy katolikus iskola, de azért a tényleg a hitüket mélyen, lelkesen megélő fiatalok valószínűleg nincsenek egyértelmű többségben. És akkor nem kellemetlen-e most így kiállni a térre, vagy egymást megszólítani? Tehát... Szerintem mindenki a saját szívében játssza le, de akik ott voltunk, nem éreztem egyáltalán, hogy kínos lenne idegen emberekről, hitbeli kérdésekről beszélgetni, vagy akár egy börtönben együtt börtönviselt emberekkel erről társalogni. Nem tudom, én csak, lehet, hogy most mások, egészen mások a kamaszok, sokkal bátrabbak és tudatosabbak. Még talán, hogyha azt mondják nekem, hogy kamaszkoromban, hogy egy börtönbe elő lehet elmenni és elő lehet adni valamit, még bátrabban vállalkoztam volna, mint arra, hogy az utcán kiálljak, vagy hogy akár az iskola folyosóján ugyan nyíltan vállaljam. Igaz, hogy mi abban az időben éltünk, amikor a papjainkat emiatt le is csukták, tehát azért... Igen, ezt megfigyeltem amúgy, hogy a gyermekek vagy a diákjaink tényleg szívesebben szolgálnak idegen helyen, akár utcán is. Hoztam amúgy ezekről képeket is a stúdiónak, hogy hány felé voltunk. Tehát inkább elmennek az utcára, vagy a börtönbe, vagy akár gyermekotthonba, mint hogy az iskolán belül adjanak elő valamit. Persze ott is vannak azért diákok, akik nagyobb színdarabban is részt vettek, de azért könnyebben nyitnak kívül, ahol úgymond nem ismerik őket, ott jobban el tudják engedni magukat. Akkor zárásul itt a tévén keresztül elmondhatjuk a Szent Margit Gimnázium tanulóinak, hogy érdemes csatlakozni a ketchuphoz. Mindenképpen egy nagyon jó élmény, közösségben lenni a többiekkel, megismerni az iskola többi tanulóját, nem csak az osztályban, barátkozni, és nagyon jó helyekre lehet így egyébként eljutni, és nagyon komoly élettapasztalatokat lehet szerezni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Köszönjük a lehetőséget.